Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A mai weekendben eljönnek hozzánk egy nagyszerű fúvószenekari fesztivál szervezői. Szó lesz megyénk húsvéti hagyományairól, de a görögkatolikus húsvéti szokások is szóba kerülnek. Előtte azonban következzen egy kis film a húsvéti tojásfestésről. Bár a tojásfestést a húsvéti szokásokhoz kötjük, sokkal régebbi hagyomány. Amikor Móra Ferenc ásatásokat végzett, már az avarkori sírokban is talált hímes tojásokat a nők kezében. A tojás a termékenység szimbóluma. A húsvéti tojás piros színű és a hagyomány szerint Jézus vérét szimbolizálja. Régebben jelzésértékkel is bírt, ha a lány piros tojást adott a fiúnak, azt jelentette, hogy fogadja az udvarlását, a zöld tojás pedig az elutasítással volt egyenlő. A magyar hímes tojás díszítésének jelképrendszere is jóval a kereszténység előtti időkből való. Az ősi kultikus jelek a régi magyar élet és hitvilág fontos mozzanatait tükrözik. A messzi múltból származó, erősen absztrakt rajzokban felismerhető a pásztorkodás, lovas élet, természet, örök élet, termékenységvarázslás és a világ mindenség ábrázolása. A tojás felső részére festett minták a túlvilágot, az alsó részére festettek az e-világot szimbolizálták. Különböző tojásgyűjtő népszokások is vannak, melyek célja, hogy a legények minél több tojáshoz jussanak a tojásjátékokhoz. Ilyen játék például a tojással való labdázás. Úgy tartották, hogy aki a feléje dobott tojást elejti, még egy esztendeig nem leli meg a párját. A görögök azt a tojást, melyet a tyúk először tojt nagypénteken, varázserejűnek tartották. Német hiedelem szerint húsvét reggel egy tojáson átnézve meg lehet látni a benne táncoló bárányt. Jóslásra is használták a tojást. Ha nagypéntek éjjelén feltörték és egy pohár vízbe csurgatták, a formája megmutatta, hogy milyen lesz a jövő évi termés. Volt, ahol a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre húsvét előtti este, hogy megtudják, mi lesz a férjük foglalkozása. Ugyanaz lesz, mint az első férfié, aki belép a házba. A tojás a belőle kikelő madárral, a sírjából feltámadó Krisztust is jelképezi, amellett, hogy a termékenység ősi jelképe is. A téli időszak utáni első tojások éppen húsvét idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze, hogy az emberek a tavasz érkezése feletti örömüket a tojások kifestésével, hímzésével fejezték ki. A húsvét a kereszténység számára kiemelten fontos ünnep. Magyarországon 4 nagy történelmi egyház létezik, mindegyiknél szerepet kap a húsvét, de másképp ünneplik. Elsőként nagy szeretettel köszöntöm Grunda Dávidot, Mária Pócs görögkatolikus segédlelkészét. Jó estét kívánok, szervusz! Hát hogyan is ünnepelik mondjuk éppen Mária Pócson a húsvétot, vagy legalábbis hogyan készülődnek a hívők? A célja az ünnepségnek alapvetőleg az, hogy évről évre újra átéljük azt, ami történt értünk sok-sok éven ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt is, hogy ezeket a lelki, spirituális folyamatokat újra át tudjuk élni, és ezekhez segítenek bennünket a szertartások is, a hagyományok, amik ekkor kiemelkedőek. Ilyen például, ami a leghíresebb, ez a pászka szentelés szertartása, ami a pászka szó, az a Pesach, a héber szóval ez az átmenetet jelenti, ahogyan átmenet történt nagypéntek és vasárnap között, a húsvét vasárnap a feltámadás között, akkor mindenki elhozza az ételes kosarat, és ezt megszenteljük. És ami ott van benne, az maga a pászka, amit minden nemzet kicsit máshogy nevez. Van, aki a sárga túrót, vagy a tojásba készült ételt hívja pászkának, mondjuk a szláv területeken. Nálunk a kalács az, amit éppenséggel pászkának hívunk, ami szimbolizálja ezt a fajta átmenetet, a feltámadás örömét, amit megnyilvánul ebben a hagyományban is, hogy megszenteljük ezt az ételeket. Tulajdonképpen ugye magát a húsvétot megelőzi a felkészülés, a böjti időszak. Ezt hogy látod, mennyire tudja ma ebben a nagyon-nagyon rohanó világban általában mondjuk egy hívő ember betartani, illetve mennyire fontos neki, komolyan veszi-e azt, hogy az, amit megeszik, az valóban azzá válik, vagy igazándiból ugye azok vagyunk, amit elfogyasztunk, tehát hogyha tényleg húsmentesen étkezünk, azzal valamelyest egy áldozatot tudunk bemutatni. Hát főleg Magyarországon, ha nézzük, a húsról szól igazából minden étkezésünk, amikor talán Európában, Magyarországon a legkevesebb zöldséget fogyasztják, így összehasonlítva más országokban, és így nekünk ez egy nagy jelentőséget jelent, ha már mondjuk hetente 3 napon
csak 3 napot azt mondom, hogy nem eszek egyáltalán húst, ez egy hatalmas nagy dolog. Miért ne ennél húst? Hát nem tudok reggelizni se hús nélkül, mondják máson, hiszen már nem folytatunk olyan munkát, ahol feltétlenül szükség lenne arra, hogy mi ennyi húst fogyasztjunk, és korábban sose fogyasztottak ilyen mértékben. Én inkább ebben a kulcsot, ezt az önmegtartóztatást látom. Abban, hogy én nem függök attól, hogy húst tegyek. Én szabad vagyok. És ez a nagybőjt időszak, ez erről szól, hogy évről évre ezt a fajta lelki állapotot, amit említettem, hogy visszanyerem azt, hogy én szabad vagyok. Minden évben, egyszer nagybőjtön keresztül én azt tudom mondani, hogy nem, én szabad vagyok. Ez nagyon érdekes, mert hogy pont ugye a bőjt valahogy ugye azt az asszociációt ébreszti az emberbe, hogy valamit muszáj tennem, tehát hogy pontosan függök egy fajta megtartóztatástól, vagy attól a szituációtól, de így a te olvasatodban egészen megfordul ez a történet. Így van. Hát az Isten az embert szabadnak teremtette, meg boldogságra hívta meg, csak sokszor elveszítjük a szabadságunkat a függőségeinken keresztül. Nem tudunk szabadon igen mondani a szeretetre, mert vannak bennünk gátak, amik ezt nem engedik. És ezért van szükség erre a hús lemondására, hogy a húsvétot valóban meg tudjuk élni. Kicsit meg kell halnunk önmagunknak, hogy fel tudjunk támadni egy újabb emberként húsvétkor, hogyan Krisztus is meghalt a kereszten, vele együtt meghalunk mi is önmagunknak. Ez nagy akaraterő kell, kitartás, mert azért ez hosszú időszak, és ez egy folyamatos ébrenlétet kíván meg. Ugye Mária Pócs, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon népszerű hely a hívek számára, egy zarándokhely. Ilyenkor húsvétkor történik-e valami különlegesség, vagy valami rendkívüli esemény, amire várjátok azokat, akik úgy gondolják, hogy itt szeretnének ezt az ünnepet megünnepelni? Igen, igazából beszéltünk a hagyományokról, amik segítik azt, hogy újra átéljük az eseményeket, amik 2000 évvel ezelőtt történtek, és ebben az évben alakult egy olyan kezdeményezés, hogy a Mária Pócson a Passió, Jézus Krisztus szenvedés történetét is előadjuk. Korábban már ennek egy hagyománya van, hogy a pócsi betlehemes, csak így hívják a környező településeken élők, mindenki eljön karácsonykor, és így 2000-3000 fő összegyűlik, hogy megnézik Jézus Krisztus születés történetét, és a mostani alkalommal pedig egy 45 fős amatőr, de nagyon lelkes társasággal már egy éve készülünk arra, hogy előadjuk Jézus Krisztus szenvedés történetét, egészen attól, hogy elítélik őt, hogy elárulják, elítélik őt az ostorozáson, a keresztel, ahogyan keresztül megy és megaláztatják, és mind abból a célból, hogy azok, akik ott jelen vannak, és látják, hogy mit tett értünk Krisztus, akkor azt az üzenetet kapják, hogy lehet, hogy az Istent ők távolinak érzik meg, de az az Isten, aki értük szenvedett, az nem lehet távoli, hiszen minden fájdalmában ott lehet. Kicsit meg akarjuk őket, a nagypénteket valóban megélni, hogy a húsvét az egy öröm legyen a feltámadás. Az akkor történik meg, hogyha előtte van egy krízis helyzet, egy katarzis, amikor érezzük azt, hogy itt most nagyon-nagyon durva dolog történt, ha szabad ilyen egyszerű szavakkal kifejezni azt, hogy, akik ott vannak már nézők, sokszor látják, ott vannak jelen, ahogy próbáljuk ezt, teljesen lesokkolnak. Sose gondoltam volna, mondják, hogy ez történt Krisztussal. Hát pedig a templomok tetején kereszt van, ha járunk egy faluban, tele van keresztet, de sem gondolnak bele, hogy mi volt e mögött, hogy miért vetünk keresztet, miért hordanak keresztet az emberek. És ezt a célt szolgálja, így akik eljönnek oda, direkt készülünk LED-fallal, operatőrök is jönnek, hogy a mozgásokat is tudják követni, ami fog történni. Hol lesz ez egyébként helyileg? Tehát hol láthatják ezt a passiójátékot a látogatók, nézők a templomban, vagy pedig kívül? Kívül. Pont ez is a célja. Nem nagyon mernek bejönni a templomba az emberek, így félnek. Akkor az, ami a templomban van, mi azt kivisszük a főtérre. Ez a célja Mária Pócsnak, hogy ott a főtéren meg tudnak jelenni, és így az önkormányzat is ebben bennünket segít, hiszen az önkormányzathoz tartozik a tér, de ők nagyon támogatólag. Úgy érzem, hogy így összefogásban mindenki érzi, hogy ez a misszió, ez egy közös célunk, hogy ott történik, meg különböző helyszíneken van egy színpad, külön helyen lesz a Golgotának a helyszíne, a Getsemáni kert, ahogy körbe megyünk. Szóval akik megjelennek ott, akkor kicsit interaktív módon is becsatlakoznak majd. Hiszen ők is lehet azok, akik azt mondják, hogy Barabást engedjék el, hogy feszítsd meg, hogy ők beleélhetik magukat abba a tömegbe, aki akkor azt az embert, aki semmit nem tett ellenük, sőt, kenyérszaporítás, csodák, tanításokon keresztül próbálta őket a boldogság felé vezetni, rámondják azt, hogy Barabást engedjék el, szóval ezt a katarzist is próbáljuk mi is az emberek lelkében azt, hogy ez kialakuljon, hogy utána valóban boldogan
várják a húsvéti feltámadást, szó szerint várják azt, hogy végre feltámadjon, és örömmel, boldogan legyen egy igazi víkendünk, hogy egy boldog hétvégénk legyen, amikor együtt énekelhetjük, hogy feltámad Krisztus, és legyőzte a halált. Dávid, köszönjük szépen, hogy eljött és ezt elmondtad nekünk. Azt gondolom, hogy tényleg akik ott vannak, megélhetik azt, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, és akár velük is megtörténhetett volna ugyanaz, hogy ugyanúgy esetleg keresztre küldték volna Jézust. És azok, akik itt egyfajta katarzisban átérik ezt, azt gondolom, hogy már nem félelemmel, hanem örömmel a szívükben mennek be a csodálatosan szép Mária Pócsi templomba. Köszönjük szépen! Kedves nézők, mi pedig most folytatjuk zenével. Április 13-án rendezik meg a nagyszabású 8. Fúvós Zenekari Fesztivált és minősítő versenyt a Demecseri Fúvós Zenekari Egyesület szervezésében. Erről beszélgetünk hamarosan. Úgy gondolom, hogy április 13-án este egy hatalmas nagy kifújással nyugtázzák majd a szervezők, hogy milyen jól sikerült ez a bizonyos 7. Fúvós Zenekari Fesztivál és minősítő verseny, de hát most még nagyon nagy az izgalom, ugye előtte vagyunk. Kis Gyuláné a Szivárvány Közművelődés és Szabadidős Egyesület elnöke, és Kis Gyula a Fúvós Zenekari Egyesület elnöke, a Demecseri Fúvós Zenekari Egyesület elnöke a vendégeink. Ugye hát gyakorlatilag a név kötelez, illetve az elmúlt sok-sok sikeres rendezvény, és ahogy itt egy pár perce beszélgettünk, ez tulajdonképpen Demecser szívügye is, ugye, hogy ez a rendezvény, ez ismét nagyon sikeres legyen. Hát amennyiben ugye van már egy ilyen múltja, az ember úgy gondolja, hogy már olyan nagyon-nagyon nem kell ezt szervezni, és nem is kell reklámozni. Megcáfoljuk ezt? Hát természetesen, hát annyi rendezvény, annyi kulturális rendezvény van, hál' Istennek itt a környéken, a megyébe, vagy akár körülöttünk is, és kell, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy ilyen is van, tehát nem csak más színházi, vagy egyéb táncművészeti, hanem van zeneművészeti, és a fúvózenekar, mert ugye nagy hagyománya ezen a vidéken nem volt régen sem, inkább a dunántúli részen van nagy hagyomány ennek a fúvózenekari kezdeményezésnek, és ez a vidék, ez nem volt ebben a témában kedvező, és úgy gondoltuk, hogy akkor mi csinálunk egy ilyet, hogy ne kelljen mondjuk a szabolcsi zenekarnak, ha már összeállt, elutazni akár a Dunántúlra, Balatonfelvidékre, egy-egy versenyre, vagy egy minősítésre. És ez tulajdonképpen egy minősítés a zenekaroknak. Úgy gondolom, hogy ugye rengeteg gyakorlás, nagyon sok izgalom, néhány fellépés, azért nem minden zenekarnak adatik meg az, hogy évről évre külföldre járjon, és különböző fesztiválokon lépjen föl, tehát azért vannak kisebb zenekarok is, mégis valahogy az, hogy egy szakmai zsűri, vagy egy szerető közönség előtt fújhatnak, úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat számít. Milyen lesz mondjuk ennek az idei versenynek a felhozatala, az összetétele? 9-20 zenekar látogat el hozzánk. Ez olyan közép kategóriába tartozik, mert az elmúlt 8 rendezvény, elmúlt 7 rendezvény alatt, mert ez a 8. lesz, már volt, amikor 15-20 zenekar is volt egyszerre. Az is egy nap alatt lement a verseny. Most 9-20 zenekar Miskolcról, Szendrő, Tiszavasvári, Nyírbátor, Demecser, Nyíregyháza, Vikár 20 zenekar, Nyírbátorból a fiatal fúvósok, és egy fiatal zenekar Tiszavasváriból a Kinderband. Ők látogatnak el hozzánk. Vannak ifjúsági fúvózenekarok, és valamint a nagyobb zenekar, a Nyírbátori, meg a Hajdúböszörményi fúvózenekar, amik nagyon nagy múltra tekintenek vissza, és ők nagyon nagy színvonalú műveket is hoznak, meg olyan repertoárt, ami igazából a C-kategóriás koncertfúvós kategóriába tartozik. A zsűri is nagyon neves karnagyokból áll, hiszen a országos egyesületnek, a Magyar Fúvózenekari és Mazsert Szövetségnek az elnöke. Szabó Ferenc lesz itt, Dohos László, aki a tiszteletbeli elnök, az országos karmester, Bán László, aki a pesti régiónak a vezetője, és ő a Demecseri Fúvózenekarnak nagyon nagy segítője már a kezdetek óta, tehát 10 év óta, valamint itt a régió vezető Bekker Gyula, ő is karnagy, ő Debrecenben, és Balmazújvárosban a Bekton Fúvózenekarnak a vezetője.
Ilyenkor egy minősítésen minek kell megfelelni? Tehát vannak mondjuk kötelező elemei a versenynek, amit minden együttesnek fújni kell, illetve különböző stílusban is megmutatkozhatnak, milyen lesz maga a verseny. Igen, nálunk Demecserben évek óta egyetlen kötelező része van a versenynek, egy magyar indulót kell fújniuk a zenekarnak, ezt szabadon kiválasztatják az indulókönyvekből, és ezen kívül pedig meg van határozva országos minősítési szabályok szerint, hogy hány perces műsorszámot kell adniuk. Ez ilyen 5-6 darabot jelent, attól függ, milyen hosszúságúak a darabok. És van koncertfúvós kategória, show kategória, valamint nemzetiségi, de nálunk nemzetiségiben most nem nevezett senki. Tehát ez a két nagyobb kategória, és ott is ABC nehézségi fokozat. Változott egyébként valamit a verseny az elmúlt 7 év alatt, illetve nem 7 év alatt, hanem a 7 rendezvény alatt? Igen, hát nagyon nagy változáson ment végig, mert ugye az első az úgy gondolta mindenki még, hogy ez egy futottak még kategória. Jó, hát erőlködik ott valamelyik kis település, és akkor lesz ott valami, majd meglátjuk. A második, harmadikon már neves fúvós trombita művész is úgy állt hozzá, hogy csodálatos, amit csinálnak a demecseri fúvósok, már a demecseri zenekar és ennek a tagjai, illetve az egyesület tagjai, és így a színvonal is erősödött. Most már ott tartunk, hogy bárhova elmegyünk egy országos továbbképzésre, mondjuk, hogy Demecser, és ja, ott van egy nagyon jó zenekar, meg a legutóbbi továbbképzésen ajánlották is a zenekaroknak, hogy akik nem minősültek, akkor jöjjenek Demecserbe, mert ez olyan színvonalú most már, hogy ezzel lehet dicsekedni, hogy nekik egy ilyen minősítésük van, mert itt mindenki minősül, tehát mindenki kap valamilyen minősítést. Hát az már nagy szégyen lenne, ha nem kapna, tehát akkor ne is jöjjön ide. Kedves Gyula, az időnk az nagyon-nagyon elfogyott. Gondolom, hogy azért sokkal jobb kedvel fújnak a fúvósok, hogyha laikus közönség vagy szerető közönség is hallgatja őket, úgyhogy adjunk egy pár tippet a nézőknek, hogy 13-án akkor hol tudnak részt venni ezen a bizonyos eseményen? Idén a Kéki önkormányzat gondozásában lesz megrendezve a verseny, a Kéki Művöldési Házban. A Pór Sándor polgármester úr nagyon pozitívan állt a dologhoz, és kultúrabarát módon felajánlotta a Művöldési Házat, és igazából egész Kéki települést, mert egy alapítványiskolában lesznek elhelyezve a zenekarok, valamint a főtéren és Kék több utcáján is lesznek ilyen térzenék, amit a zenekarok fognak a minősítési verseny után előadni. Tehát nem csak minősülnek, hanem utána lesz egy felvonulás, és délután 4 órától, valamint 10 órától térzenék lesznek. Tehát akkor be lehet népesíteni tulajdonképpen az egész települést, és akkor valószínűleg egész nap mindenféle különleges zenei élménye lesz a kedves nézőknek. Hát köszönjük szépen, sok sikert kívánunk a rendezvényhez. Kedves nézőink, mi pedig hamarosan folytatjuk, még a mai műsorban több húsvéti meglepetéssel is készültünk. Kedves nézőink, visszatérünk akkor egy kicsit a közelgő ünnepekhez, hiszen megyünk húsvéti szokásairól fogunk beszélgetni következő vendégemmel, Balogné Szűcs Zsuzsával, múzeológus, és hát úgy gondolom, hogy biztos a család is ezzel szokott téged bombázni, hogy mesélj egy picit arról, hogy tulajdonképpen a paraszti kultúrában, vagy a magyarság kultúrájában milyen tradicionális fogások, illetve olyan dolgok vannak, amit azért mondjuk illik akár a mai húsvét ünnepein is megjeleníteni. Úgyhogy én is gyakorlatilag próbálok erre ösztönözni, hogy mégis mi az, amit tényleg úgy gondolsz, hogy nem szabad ebben a kicsit felszínes világban elveszítenünk, mert hogy ha már ennyi időn át megőrizte a magyarság, akkor illik tovább vinni. Ez nagyon jó kérdés, mert mindenki saját szubjektív véleményét tudja megfogalmazni. Én is egy olyan tradicionális református családból származom, akiknek fontosak a hagyományok.
és mivel a megyénk eléggé színes, és a húsvét hagyománya nem csak a Biblián alapszik, és ugye azon a nagy eseménye, hogy Krisztus föltámadt, és ez a nagy misztérium valósággá vált, hanem bizony egy ősibb hagyomány is előtérbe kerül, ezért kevesen gondolják azt, hogy az egyes szimbólumok, akár a húsvéti festett tojás is maga egy ősibb hagyományra vezethető vissza, hiszen a régészek már be tudták mutatni, leletek vannak arra vonatkozóan, hogy bizony festett tojásokat tettek már évezredekkel ezelőtt is a sírokba, jelezve az élet körforgását. A piros szín, a piros festett tojás eleve az élet jelképe, és ugye a történelmi egyházak hozták a krisztusi hagyományokat, és ezekhez jöttek a falusi szokások is. Ugye ezek a szimbólumokban jelennek meg, akár a festett tojáson, a forgórózsa motivum, ami szintén jelzi nem csak a életre kelő természetet, hanem akár azt is, hogy tulajdonképpen, hogy fordul át az, a halálból életre az egész világ, illetve az újjáéledő világot is bemutatja. Ezen kívül ugye a falusi életben nagyon fontos volt a rákészülés. A nagybőtöt követően nagyon jól esett az embereknek újra húst enni, és a falusi életben az is fontos volt, hogy ezek áldást nyerjenek. Nem a protestánsoknál, hanem a katolikusoknál volt ez szokás, ugye a pászka szentelés és annak az előkészületei, de akár a vagyonosságot is meg tudták ezzel mutatni, hiszen ahány pászkát hozott egy család, az mutatta, hogy milyen vagyonos családról beszélünk. Eleve már a pászka készítése is különleges mód volt. Nekem is volt szerencsém megtanulni egy görögkatolikus családtól, hogy mit jelentenek a motívumok, és bizony nagyon jó volt azt látni, hogy ez alatt felelevenedett a Krisztus passiója is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is egy fontos hagyomány, amit tovább kellene örökíteni a jelenkorban, és másik ugye nagyon fontos dolog a vízzel való locsolkodás, ami szintén megint egy ősibb dologra vezethető vissza, ez pedig a termékenységet jelenti. Tulajdonképpen a vízzel való locsolás az azt jelenti, hogy bőséget kívánok, bőséget árasztok, és főleg, hogy lányokat locsolok, meg ez még inkább jelenti azt, hogy ugye mi asszonyok vagyunk képesek gyermeket világra hozni, és ezt is jelképezi. De ebben a szerelem is meg szokott nyilvánulni, hiszen sokan tudják azt, hogy szatmári beregi vidékeken a díszes hímes tojásokból nem egyet adtak a kiszemelt legénynek, hanem több párat is adtak, 8-10 pár tojást is átadtak a szerelmüknek, úgyhogy ez is egy nagyon fontos állomás az, hogy a lányok az anyjuktól, keresztanyjuktól tanulták meg a hímes tojás írását, és gyűjtötték együtt össze a tojásokat a húsvéti locsolkodáshoz. A legények pedig az édesapjuktól vették át azt a szokást, hogy igenis megyek, házról házra kopogtatok, és meglocsolom a lányokat. És ugye tulajdonképpen magát azt is jelképezte, hogy ki milyen sikeres, vagy népszerű fiú, vagy férfiú, hogy hány tojás sikerült neki begyűjteni. Mert nyilván a gyerekeknek, a kisebbeknek ugye szeretetből elég sokat osztogattak, de hát azért a nősülés előtt álló férfiaknál már valóban csak azok kaptak sok tojást, akik népszerűek voltak a lányok körében. Közben, ahogy mondtad ezeket a szokásokat, azon gondolkodtam, hogy nagyon jó, hogy mondjuk még a múzeumfaluban ezt ugye meg tudjuk tanulni, de valahogy, mintha már csak a világhálón látnánk, és nagyon-nagyon kifelé éljük ezeket a tradíciókat, hiszen amikor meg kellene merítkezni ebben az ünnepben, és tényleg rákészülni, és locsolókat fogadni, és felkerekedni, és menni a lányokat meglocsolni, akkor mindenki menekül ki ebből a valóságból egy kicsit, vagy bezárkózik, vagy pedig a természet lágyölén egy kirándulás formájában próbál kikapcsolódni, tehát nem tudom, hogy hány olyan család van, aki valóban tovább is tudja vinni, de azért mindig úgy gondolom, hogy meg kell tanítani a gyerekeinket, mert előbb-utóbb átfordul a világ, és amit lehet, hogy ma már egy kicsit talán, hogy is mondjam, nehéznek éreznek a családok, lehet, hogy 10 év múlva azt már nagyon fogják vágyni. Lesz most lehetőség arra, hogy a gyerekek ismét tanuljanak, okosodjanak ebben a témában? Én nagyon remélem, igen, bár pont éppen Sóston jelenleg nem,
de amit kinyitnak a múzeumfalu kapui, azonnal ezt a értékképviselést fogja tovább is továbbadni, hiszen fontos az, hogy megtanulják az emberek, és visszahagyományozódjanak ezek a szokások. Nagyon remélem, és azon vagyunk, hogy ezt tanítsuk, és ezért vannak a múzeumokban a múzeumpedagógusok is, akik már előkészítik ezt a táptalajt a gyerekekben, hogy igenis, ti még legyetek olyan bátrak, menjetek el locsolkodni, lányok, készüljetek fel a locsolkodásra, és nagyon reméljük, hogy ez a jövő nemzedéke számára fontos lesz, és készülünk mindannyian így a húsvét ünnepére, nem csak a templomban menve a lelkünket készítve, hanem így hagyományosan itt a testünket készítve arra, hogy bizony itt a szokásokat felelevenítjük, akár vizesek leszünk, akár jókat eszünk, hiszen erről is szól már a húsvét ünnepe, és reméljük, hogy ez tovább fog örökítődni, és a múzeumok ezt képviselik továbbra, és is fogják képviselni a jövőben. Köszönjük szépen, Zsuzsa. Az biztos, hogy a gyerekek vágynak rá, mert ha otthon nincs is rá lehetőségük, azt tapasztalom, hogy amikor vége a szünetnek, és mennek első nap az iskolába a lányok tojásokkal felszerelkezve, a fiúk pedig kölnivel felszerelkezve mennek, tehát amit nem sikerül esetleg húsvétkor megcsinálni, azt bepótolják utána, húsvét után. Hát köszönjük még egyszer ezeket az értékes információkat. Mi pedig folytatjuk, igaz ugyan, hogy tényleg a húsvét szó hallatán sokan tényleg még a világból is képesek kirohanni, mi viszont nem rohanunk sehová, hamarosan jövünk vissza a weekend második részével, amiben tippeket adunk majd önöknek a hosszú hétvégékhez.